az rendben van, hogy nekünk nem tetszik, de én például megnéztem vágatlan verzió, és fenn van az interneten a miniszterelnök úr beszédének a lépcsőn, és azt megnéztem, és direkt kifigyeltem, hogy egy csomó olyan helyen, amikor nekem nem tetsző dolgokat hallok, a tömeg, és nem igaz, hogy csak azok, akik ott majd fizetett tapsolók, az egész tömeg, bocsánat, boldogan tapsolt, és újongott annak, amikor azt mondta, hogy a magánnyugdíj pénztárak átszabásával megoldottuk a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. Hú, öröm! Hát azzal valamit mégiscsak kell kezdeni, hogy egy olyan országban vagyunk, ahol ilyen sarkalatos, tehát hogy az ország egyik fele valamiről azt mondja, hogy fekete, és ugyanarról a másik fele azt mondja, hogy fehér. Én nem azt mondom, hogy igaza van, mert szerintem nincs igaza, de azt látnotok kell, hogy ő neki van egy tábora, akinek ő beszél, és akik újonganak. Ez azt jelenti, hogy ezt az embert az ország kétharmada a smasszera neki, mert ez a rabjává vált ezeknek az embereknek. Nem lehet azt mondani, hogy hát igazából eddig, azt csak úgy ezt mondtam, most meg más lesz. De rosszul idézted a mondatot, mert ő azt mondta, hogy visszaszereztük a nyugdíjrendszert a tőzsdecápától. Igen, visszaszereztük a nyugdíjrendszert. Milyenek a tőzsdecápák? Kár, hogy a magyar nincs, mert egy tőzsde fókát tudnak mutatni, egy tőzsde cápát. Egon talán próbáld meg. Amúgy egyébként el lehetne jutni oda, mert látszik, hogy a nép reagál ezekre a világos képletekre. Hát ezek jó hívó kemény, szavak. Hát. Igen, a Brüsszel is nagy tapsot kapott. Én azt a miniszterelnöki beszédet szeretném látni, amikor a paraván mögött van, és azt mondja, szervusztok gyerekek! És akkor jön a tőzsde cápa, és az embereknek azt kell mondani, vigyázz Viktor, ott van a hátad mögött, vigyázz! Igen, ez azt kellene, hogy ez egy olyan ország legyen, hogy kemény Henrik a miniszterelnök. Igen. Erről pikáltátok a pénzt!